ne vegyék kérem rossz néven, hogy megint hazamegyek a mi görbe országunkba. Ott vagyunk örökké, akik onnan jöttünk. Hisz mindenki csak ideiglenesen jöhet el, az is, aki soha nem kerül vissza többé. Mert ha van álom a halálban, én jól tudom, a gyermekévek folytatásának szövődik az ott, a többi kimarad, levetjük, mint a rossz ruhát, ha oda belépünk, hol az örök semmiben újra hallik majd erdeink ismerős zúgása, hegyi patakaink altató morajával. Mikszáth Kálmánt idéztem, ki mást idéznék, ennél szebben senki nem tudja megfogalmazni azt az érzést számomra, és bennem, ami újra támad, mikor hazatérek Nógrádba a szülőföldemre. Ezt a Nógrádot a történelem összetartja örökre, hiszen ez Madács és Mikszáth földje, Petőfit látom a Füleki várban, Csontvárit a Gácsi patikában, és Széchenyi Kovácsiban a Krúdi családot, onnan Krúdi Gyula elindul. Látom a Drégei várat, látom a Bussai várat, látom Hollókővárát, látom Salgótarjánban az acélgyári munkásokat, látom a palócokat, akik közé magamat is besorolom. Mert úgy érzem és úgy tudom, hogy a palóc ezer éves itt létének egyik megtartó ereje az alkalmazkodó képessége, amihez felhasználta a csavaros eszét, a furfangját, a humorát, és a táj és a természet örök megbecsülését. Csak így maradhatott meg ezer esztendő óta, és én büszke vagyok, hogy közéjük tartozom. Halló, adóhivatal, nem csak én vagyok, ne jegy, meg Praznó vagyok. Mihály, nyisd már ki, légy szíves. Drága Misi. Hát kicsit meghatódtam, mikor beléptünk itt a Horpácsi kúria ajtaján, mert úgy éreztem magam, mint Mikszáth Kálmán, amikor 1904-ben megvásárolt ezt a birtokot, és eltűntek a szonták pál kutyáig. És sokára kerültek elő, és ebből írt azt a kis remek kis elbeszélését, amelynek a vége az, hogy a kutyák visszajönnek, és hozzák már a kis kutyakölyköket is, azaz beiktatták őt a Horpácsi domíniumba. Ez a kutya is engem beiktatott, mert eszembe jutott, hogy 50 éve jártam itt először. Egy fénykép is igazolja diákként. Ez volt az első irodalmi utam Nógrád megyében, a szülőföldön, pont ide, és ez sorsszerű is volt. Úgy éreztem, most már felnőtt fejjel, úgy éreztem, hogy nem véletlenül vezetett ide a honismereti szakkör első útja. Ide Horpácsra rendszeresen járok, minimum egy évben egyszer vagy kétszer, mert a Mikszáth Kálmán Társaság, amelynek örökös tiszteletbeli elnöke vagyok, itt tartja mindig a Kálmán napi programját. Ez a kis falucska, itt van az Isten háta mögött, nem zsákfalú, vezet ide út jobbról-balról, de mégis azért el van rejtve az emberek szem elől. Ezért is jött ide Mikszáth annak idején, hazavágyott a szülőföldjére. És ezt a Horpácsot látatlanba vette meg. Szóval a szülőföld vonzása minden egyes adottságnál erősebb, és ezt ő nagyon szépen meg is fogalmazta egy aránylag kevés ismert elbeszélésében, annak cím, hogy Skvarka. Ez tótul, ahogy írja, töpörtyűt jelent, vagyis egy picike kis birtokot, amit ő megvett, és a regész életében büszke volt, azaz Mikszáth visszatért oda, ahonnan soha nem is szakadt el, és erre az életművel példa a szülőföldjére. Szóval pompás kis falu ez a Drégei várom alatt. Egész életemben vágytam ilyen zugra, elrejtett fészekre. Azt szerettem volna, hogy még a mappán se legyen rajta. Amint közeledik az idő, hogy apáimhoz kell mennem, úgy nő bennem a vágy életmódjukat is fölvennem. Ebben a vágyódásban szemeltem ki magamnak a Horpácsi kúriát. Ez a mohorai kis templom nagy dolgoknak volt a tanúja, igazolva azt, hogy kis helyen is történhetnek nagy események. Közismert ez a Mikszáth különös házassága, hogy ugyanazt a nőt kétszer veszi el, Mauksi Ilonkát, aki itt született, ahol vagyunk, Mohorán. Itt van az egykori házuk is, persze jelentősen átalakítva, van benne egy kis emlékkiállítás. És itt volt a második esküvő ebben a templomban 1883-ban. Na most ez számomra azért is fontos dolog, mert egyfelől
azt a nagyon fontos mikszáti magatartást mutatja fel, ami szerint én is szerveztem az életemet. 35 éves, amikor utóléri a siker, amikor megjelenik a jó palócok Tóth atyafiak, ugye, addig csak szenvedés, lemondás, küzdés és kitartás. Krúdi szavajjal mondhatnám, hogy én írónak készültem, semmi másnak, mikszát is nem értekelte semmi. A másik a Mauksi Ilonka történet, akit viszont úgy hódított meg, mint minden férfi egy nőt, hogy ígér neki mindent. És amikor látta, hogy nem jönnek be az ígéretei, mert sikertelenség, az első kisgyermekük meghalt, lehetetlen körülmények között éltek, Pesten albéletről albéletre vándoroltak, akkor azt mondta, hogy váljunk el, és kitalálta azt, hogy más szeretek. És Ilonka elhitte, és elváltak, és amikor Mikszátnak bejött a nagy siker, akkor ismét odaállt Ilonka elé, és azt mondta, hogy hát akkor itt van, valamikor sok jót ígértem, úgy tűnik, hogy elértem, akkor ha megosztotta velem a szegénységet, ossza meg a gazdagságot, azaz a boldogságot is. Így is történt. És ez a kis falu és ez a kis templom, ennek a helyszíne, ez a Mohora. És ezt a szívúságot, kitartást, céltudatosságot, akaraterőt, ezt én mindig mintának tartottam Mikszáttól. Nem is hittem volna. Most, hogy így beszélgetünk, hogy a szülőföldön lévő élmények milyen erkölcsi jellembeli kapaszkodókat is adnak. Ez a csoda ebben a szülőföldben, hogy mindig kibomlik egy-egy érdekes ága. Na, mintha ide is hazajöttél volna ezt a Mikszát emlékszobát, ezt még annak idején te rendezted be, nem? Hát igen, ennek már több mint 10 éve, és nagyon szerettem, ez mint egy összegzése a helyi Nógrád megyei Mikszát kutatásaimnak, mert ez a Vármegyeháza az, ahol Mikszát kezdte a pályafutását. Direkt nem mondom azt, hogy dolgozott, mert mondjuk nem fült a foga a hivatali élethez, viszont 3 dolog érte őt itt ebben az épületben, illetve ebben a városban, találkozott a szerelemmel, ez lett a házasság, találkozott a hivatali léttel, ebből lett számtalan téma, motívum és persze nyelvi erő, és a 3. pedig itt kezdett el az újságírással foglalkozni, tehát innen indul a pályája. Ezért fontos nagyon nekem ez a helyszín, és ezért is rendeztem meg úgy, hogy mi az, amit ő Nógrádtól kapott, mint egy kicsit magamról is beszéltem volna, hogy mi az, amit én kaptam Nógrádtól. Ugye én a 19. század történetének kutatásával kezdtem a pályámat itt Nógrádban, és óhatatlanul belebotlottam Mikszátba, előbb-utóbb, ha akartam, ha nem, és ebből lett az a bizonyos nagy Mikszát szerelem, aminek egyik szép emlékjelét itt látjuk, kicsit úgy felidézi bennünk azt a világot, amit körülvette akkor a hivatalnokokat, akik alig várták, hogy kiszabaduljanak innen, és menjenek a gyarmati vendéglőkbe szórakozni. Madáccsal már nem találkoztak, találkozhattak volna, de Madács akkor már régen halott. Azért mondom, mert Madács is ebben az épületben dolgozott. De az ő kedvenc helyszíne nem egy kis hivatalnoki szoba volt, hanem a Vármegyeháza nagy terme, akkor még díszterme, ahol életének néhány sorsfordító és gyönyörű szép pillanata zajlik le. Ez az. Ez az én legkedvesebb termem a Vármegyeházán, de talán Nógrád megyében is. Mint kutató, előbb találkoztam Madáccsal, mint Mikszáttal. Ne felejtsük el, hogy eleve én a Madács gimnáziumba jártam Salgótarjánba, és nyilvánvaló volt, hogy aki oda jár, az Madáccsal foglalkozik. Gimnazista koromtól velem van és együtt van. Elsősorban az életművét kutattam. Az édesanyja szerettem, hogyha magasra tör, legalább főispán lesz belőle, vagy valami még magasabb tisztséget tölt be. Ám itt a sors közbeszól. Találkozik Fráter Erzsikével. Ez a helyszíne a megyebáloknak, és itt én szinte látom, és ma is érzem, hogy a megyegyülések után, amikor jön a bál, akkor az egészet kipakolják, és megtelik csivitelő lányokkal, a zenekar ott fönt hangol, jönnek az urak föl, a sarkantyuk pengenek, és akkor ez a két fiatal egymásra néz, és megtörténik a magyar irodalom, most már tudjuk, irodalomtörténetek legszebb szerelmes románca. Innen indul, és akkor felkéri Lidéckét, így nevezte Madács, Fráter Erzsikét, és körbe táncolják a termet, és mindenki azt mondja, hogy jaj, de szép pár. Egy ember nem mondja, ez Madács Imre édesanyja, aki nem akarta a házasságot. Mindegy, akár akarta, akár nem. Madácsik összeházasodnak, innen libben ki Erzsik ebből a teremből, hogy aztán eljusson Csesztvére.
a házasság első boldog éveibe, mert azért ez így indul. Na hát ezt jelenti nekem ez a terem. Együtt van benne az én történészi pályafutásom, szigorú objektivitása mellett az én személyes, szubjektív élményanyagom. Valahogy így érdemes nézni a történelmet. Azt hiszem, hogy Chastain mindenképpen egy verssel kell kezdenem. Két szakaszt olvasok csak fel belőle. Az a címe, hogy Otthon. Messze tőlem, dőre földi gondok, e küszöbnek kívüle maradtok. Szente hely, kicsiny világom ez, messze tervek, szomja, híj, aranynak helyt bizonnyal otthont nem találnak, ahol üdvöt a jelen szerez. Ott kin oly haszontalan csatázok, mindeneknek az útjában állok, itt teremtek, alkotok magam. S látom, milyen jól tenyész körülem, minden bennem él és veszve vélem, istenülve élek boldogan. Hát ezt Madács Imre írta, mégpedig itt, ahol most vagyunk, a Csesztvei kúriában. Nos, ez a hely nekem különösen fontos, mert amikor 1983-ban én lettem ennek a megyének a megyei múzeumi fő korifeusa, más néven megyei múzeum igazgató. Az első utam szinte ide vezetett, mert akkor folyt az épület felújítása a múzeumé. És akkor jöttem rá, hogy Madács nekem a szülőföld élményén kívül meghatározó feladat is, lehetőség is. Meghatározó feladat, mert innentől kezdve én voltam a felelős a Madács hagyaték, a Madács múzeológia, a Madács ismeretterjesztés megyei tennivalóért. Másrészt pedig lehetőség volt, mert talán ettől kezdve megszállottam, jártam Madács nyomában, de sajátságosan úgy, hogy ahol játszották az ember tragédiát, itt mindenhol megnéztem. Azért is jó feladat volt, mert egyszer csak megálmodtam itt egy programot, aminek nem tudtam, hogy van előzménye, hiszen már 200 év óta tartják Stratfordban a Shakespeare ünnepeket, én meg kitaláltam a Madács napot ide, minden évben október 5-én kijöttünk, és itt egész napos nagy programsorozatot szerveztünk Madácsnak és Nógrád irodalmi örökségének. Egy új műfaj jött itt létre, azóta ezt most új otthonomban, Balatonfüreden szintén meghonosítottam, annak is már lassan 20 éve, sőt biztosan 20 éve, ott meg jókai napokat szervezünk. A vidéki magány nagyon szomorító és nagyon szorító is lehet. Ezt próbálta feltörni Chastain azzal, hogy verseket írt, amelyek nem olyan kitűnőek, de egy őszinte szív nagyszerű lenyomatait jelentik nekünk manapság is. Nem tudtunk bemenni Alsó-Sztregován Madács kastélyába, ahol az ember tragédiáját írta, mert éppen felújítják. És ez nekem különösképpen kedves munka, mert úgy néz ki, hogy az itt létesülő új kiállítást egy kolléganőmmel én rendezem, és ez jövőre meg is nyílik majd. Csesztve is elkészül, Sztregóva is, azt hiszem Európa előtt Madácsot méltóképpen tudjuk majd felmutatni ebben a vonatkozásban is. Most, hogy leültünk ide a sírja mellé, úgy eszembe jutott, hogy elgondolkoztam, hogy a Madácsot mindig értetlenség fogadja még ma is, hogy lehetett egy ilyen remek művet megírni egy ilyen Isten háta mögötti helyett. Mint hogyha a zseni megszületése csak a belvárosban egy lépcső az negyedik emeletén történhetne meg. A tehetséghez Madácsnál is nem a hely nagysága kellett, hanem mindaz, amit ez a család hordott magában, tradícióban, a műveltség iránt igényében, az olvasottságában, a generációkon keresztül előírt műveltség megszerzésében, festésben, zenetanulásban, nyelvtanulásban, Európával való együtthaladásban. A másik, amit meg szeretnék itt úgy elmondani magamnak, hogy ugye ezt a pillanatot felidézni, amikor 1861-ben zörget a postás, szeptember közepét írunk, és hoz egy levelet Madácsnak. Ekkor a kézirat már Arany Jánosnál van. Miután végigolvasta, baráti noszogatásra elájult, és
mindenkit felhívott, már legalábbis levélben, hogy gyerekek, egy remek mű született. És írt egy levelet, szeptember 12-éről kelt ez, ami így kezdődött. Tisztelt hazafi, az ember tragédiája úgy koncepcióban, mint kompozícióban igen jeles mű. Egy kevés külsimítással irodalmunk legjelebbs termékei közt foglalhat az helyet. Így is történt. Ha Sztregovára jövök, ez a kis kötet nálam van, ez azért is kedves nekem, ez egy hasonmás kiadás, és 1983-ban ezt még én adtam ki, akkor a Széchenyi termelőszövetkezet segítségével. Ez egy pártalanul fontos könyv, mert ebben benne vannak a bejegyzéseim, a kérdőjeleim, a gondolataim, és ahogy évről évre haladok előre, ahogy futok az idő után, vagy az idő fut előlem, már nem tudom, egyre több kérdőjel van a gondolatok mögött, hogy vajon e szerint éltem-e, e szerint gondolkozom-e a világról, vagy hogyan tovább. Rengeteg ilyen gondolat van a tragédiában, amely nekem a Bibliám, de szerintem minden magyar embernek, mert Madács olyan általánosságokat fogalmaz meg, amelyek szerint tényleg élni lehet és élni kell, és megdöbbentően aktuális. És azért remek mű, és azért Bibliám nekem, mert az életem minden pillanatában, ami van és ami lesz, választad. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez ott legyen a kezem ügyében, és ezek a sorok itt, Sztregován mindig felerősödnek bennem. Nem hagyhattuk ki, hogy ne jöjjünk el Kékkőre itt a szülőföldi barangolásaink között, mert eszembe jutott, hogy boldogult ifjú koromban volt nekem egy nagyon szép feladatom még a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Hozzám tartozott néhány évig a magyar irodalmi évfordulók megrendezése, megszervezése, előkészítése, és ennek következtében bejártam az egész Kárpát-medence magyar irodalmi emlékhelyeit. Akkoriban kicsit busungva írtam is egy olyan cikket, ahhoz, hogy én fölkeressem a mi nagy alkotóink emlékhelyét, az nekem útlevelet kell vártani. Hál' Istennek ez ma már részben nincs így, de így kerültem közvetlen kapcsolatba Balassival. Egy szép emléktáblát hozott a Palóc Társaság velünk karöltve, és azóta Magyar Állami Jóvoltából egy nagyszabású, hangulatos balasi kiállítás készült. Kékkővára, ez egy fontos balasi helyszín, nagyon sok időt töltött itt ifjú korában, és bizony, ha ide ma feljövök akárhányszor, mindig találok benne valami érdekeset. És látsz-e lovasokat az úton, ha kinézel innen a vártövéből, mint Balassi erre lovagol esetleg? Az én képzeletem határtalan. Hál' Istennek az én szülőföldem olyan, hogy minden szegletéből vagy egy várra láttok, vagy egy titokzatos erdőre. Ez egy romantikus táj, tehát itt, akinek élénk a fantáziája, meg van egy kis ismerete, olyan gyorsan benépesítheti az én szülőföldemet, amilyen gyorsan csak akarja. Nem kell ez hollywoodi stúdió, csak az, ami itt van a fejünkben, az kell hozzá. Most a dávirágom nékem bokritáját, magához hasonló szerelmes virágát, kiben violáját kötötte rózsáját. Úgy tetszik, hogy értem ebből ő akaratját. Van egy olyan érzésem, hogy nekem van egy valóságos szülőhelyem itt Nógrádban, és van egy lelki szülőhelyem. Hát itt vagyunk most, Sklabonyán, Mikszát lakóház előtt. Valahol belém van kódolva az, hogy Mikszáthoz tartozom. Lépten nyomon belé botlottam, és ide Sklabonyára 30 éve, 40 évre járok rendszeresen. Láttam ezt a házat, romjaiban láttam szépen megújulva, részt vettem nagy ünnepségeken, az egész falu főzött, sütött, óriási hangulat volt, és itt éreztem azt meg, hogy nekünk embereknek, hétköznapjának nincs bajunk egymással. Annak idén ideig Mikszát falvának hívták, még Trianon előtt, és a nagyon kedvelte Mikszát, és nagyon örült neki, hogy a szülőfaluját róla nevezték el, de hát ez nem tartott sokáig. Most már nem igen lesz, most már csak azt szeretném, a legalább a Sklabinán felé talán ki lenne írva magyarul és szlovákul, hogy Mikszát Kálmán szülőfaluja, talán még a falu is jó elnevere. Aztán lassan elkoptak a Mikszát emlékek a faluból, hát ment az idő, ugye. Megvan a Szent Vendel kápolna,
amin a Kródi Kálmán csíntevésében van fontos szerepe. A szülőházát sajnos lebontották, csak egy kő van a helyén, illetve megvan a temető. A Szép Galandáné történetéből ismerjük, hogy tényleg a Mikszáth lakóházzal szembe van, és sajnos ez a temető rejti a testvérének, Mariskának a szép kis sírját is. Tehát én itt ebben a faluban bárhová megyek, bár magyar már nem lakik benne, mindenhol Mikszáthal találkozom. Lehet, hogy még itt a szlobonyai szlovákok között olyan is van, aki olvasott is Mikszáthot. Kérdezték tőlem, hogy ki lesz a szerelmes földrajz következő szereplője. És én mondtam a nevedet, és azt is mondtam, hogy tulajdonképpen egy igazi mikszáthi figura beleillene ezekbe a Mikszáth regényekbe. Mikszáth van egy kis frivolság, egy kis cinizmus, a világ egy kicsit fölülről való nézése, én is ezt mind elsajátítottam, mert az életet csak így lehet elviselni. Kicsit föl kell emelkedni, lenézünk, és akkor csak nevetünk rajta. Úristen, mennyi megírni való témával van tele az emberiség, a Mikszáth bennünket írt meg. Hogy is mondja Pepin bácsi Hrabál híres regényében? Azt mondja, hogy a világ gyönyörű. Nem mintha valóban az volna, de én annak látom. Szerintem Mikszáth is így volt, én pedig egyértelműen így élem az életemet. A Széchenyi Kubinyi Ferenc Múzeum nekem a pályakezdő éveimnek a helyszíne. Azt mondhatnám, hogy életem meghatározó helyszíne volt, hiszen ekkor tértem haza Nógrádba, a szülőföldemre, és rögtön megkaptam ennek az vadonatúj intézménynek a vezetését. Meg kell mondjam, hogy az eddigi legkedvesebb emberekkel itt találkoztam Széchenyben, a legszeretetre méltóbb és a legelfogadóbb emberekkel. A gyermekeim itt születtek, itt nevelődtek, itt nőttek föl, jártak iskolába. Én magam is bent laktam a kastélyban. Na de hát ez jó volt, a feleség csak kikiabált az ablakon, hogy kész az ebéd, és akkor lementem és félretettem a létfontosságú tudományos műveimet, és nem írtam tovább. De itt beilleszkedtem egy közösségbe, elfogadtak engem, alkalmazkodtam hozzájuk ez a városra, és értendő, ez egy nagyon sokat adó város volt, magára sokat adó város volt. Emberileg, szakmailag, közösségben, gondolkodásban itt határozódott meg az én életem, ebben a gyönyörű szép kastélyban, ami akkor is ugyanilyen volt, hiszen nem régen újították fel, akkor 1975-ben, 74-ben, és én voltam itt gyakorlatilag az első múzeum igazgató. Kiállításokat rendeztünk, élt még a kastély utolsó tulajdonosnője, Odeszkalki Özseni hercegnő, hangversenyeket szerveztünk, ott ült mindig az első sorba kis fátyollal. Szóval egy picit úgy benne éltem a múltba, ami elveszett. Fel kellett fedezni a múltunkat. És ehhez nekem óriási iskola volt Széchény, és rengeteget tanultam, és rengeteget dolgoztam. Innen kerültem be Salgótarjánba a megyei múzeumigazgatónak. Azt mondhatom, hogy életem legproduktívabb, legszebb, leggazdagabb évtized ez volt Széchenyben. Hol máshol, mert nem a szülőföldjén az embernek. És azért is szerettem itt élni Széchenyben és ebben a kastélyban, mert ha feljöttem az emeletre és kinéztem az ablakon, akkor kinyílt előttem az Ipoly völgye. És a távolban kéklő Nógrádi hegyekkel, amelyet ugyanakkor Szlovákiának hívnak, én tudom, hogy az Nógrád megye, és az Ipoly folyó, amely olyan volt, mint régen, 100 évvel, 200 évvel ezelőtt, elvezetett engem egy újabb választott hősömhöz, ideálomhoz, ez pedig Kródi Gyula volt, Széchenyi Kovácsi szembe, ott az a kis falucska. Én találtam meg a dédapjának a sírját abban a faluban, aztán azt helyreállítottuk, felállítottuk. És akkor Kródit elkezdtem figyelni, a család történetét a levéltárban kutattam, és egyszer csak rábukkantam az író műveiben is egy bizonyos Kródi Kálmára, akkor az író nagyapjának a testvére volt, egy romantikus sorsú és tragikus sorsú rabló volt valójában, és az Álmok hőse című regényében pontosan erre a tájra hozza vissza, mert hát itt is élt, és ez a pár sor, mint egy hitvallomás lenne Króditól a nógrádisága mellett. Úgy siete még az Ipoly a nógrádi halmok között, mint akkor sietett, mikor én még játszottam a partjain. Hely az az Ipoly hűtlen folyó, hogy szeretik itt őt, mint a síkság is csak neki volna, halmok az ő kedvéért lennének, partján a mezők neki öltözködnek föl gyönyörű köntöseikbe, lányok, menyecskék róla dalolnak, mégis úgy fut, igyekszik innen a napsugaras tájról a Vén-Dunába, mint az nem marasztaná semmi.
A füzek szerelmesen ráhajolnak, mintha valami titkot locsolna nekik a folyó, vagy valami pletykát suttognának fodorozó habjai a pajkos krúdilól. Már megint itt járt. Itt járt, tán itt is van. A kovács réten elkiáltja magát egy formás, fehérlábú palócmenyecske. Itt a pajkos krúdi a kukoricásban. És akkor mindenki elszaladt, csak én maradtam itt, mert én még nem féltem akkor senkitől. 22 éve élsz Nemesvámoson, Veszprém megyében. 2009 óta szerkesztett az általad megálmodott Tempevölgy című irodalmi folyóiratot. Miért hagytad el szülőföldetet, Nógrád megyét? Nem tudom, ez érdekes, mert a családom minden tagja ott él. Ki sem mozdultak ebből a megyéből. Nem tudom, milyen vér került belém valahonnan az őseim révén. De lényeg az, hogy engem ez nem zavar, mert mindenhol megtalálom a feladatokat, meg picit mindenhol oda mentem, főleg most Veszprémben, mert a táj is hasonlít Nógrádra. Mikszát írja, hogy érdemes elhagyni a szülőföldet, hosszú-hosszú ideig oda lenni, csak azért, az élvezetért, hogy ismét visszatérhessünk. Lehet, hogy ezért mentem el, hogy visszajöhessek. Elég gyakran járok vissza a szülőföldemre, mert amit itt tanultam, amit kaptam Mikszától Krúdiig és Madástól Csontváriig és a tájig, ez kitéphetetlen az emberből. Mikszát mondta valahol, ugye, hogy az ember visszajön előbb-utóbb, ha másképp nem az emlékeiben. Én szeretnék egyszer fizikálisan is megjelenni itt ebben a tájban, és azt sem bánom, hogy úgy járjak, mint Madács, hogy itt legyen valahol az a kis halom, ami alatt engem majd fel lehet találni. De hát ez még nagyon messze van. Még rettenetesen élvezem, hogy itt lehetünk Nógrádban, és itt lehetek, és jöhetünk vissza, és ennyi barátom van, és ennyi ismerősöm van, élő és holt, klasszikus és hétköznapi ember, és hogy részese lehetek itt néhány izgalmas, szép feladatnak. Egyszerűen a szülőföld csodája, hogy ez így befogad, ellát, útra indít, visszahoz. Mondjon nekem valaki még mást, ilyen csodát az ember életben.